Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Terraria a harmadik része. És ugye az előző részben ígértek ez mérten, azt mondtam, hogy most megnézzük, milyen bosztorok legyőzni. Hát utána googliztam, egy kicsit rájöttem, hogy még nagyon korán vagyunk ahhoz, hogy én bárkit is egyáltalán megidézek, vagy legyőzzek. Ugye a leghamarabb az a King Slime tud jönni, az a pre-hard mode boss. A másik az az Eye of Cthulhu, akinek kellene egy 10-es defense, vagy 200-nál több HP, vagy 3 darab NPC, vagy így ennek az összetevője, a 3 darab NPC-s team. 10-es defenzünk nincs, 200 HP-nk nincs, úgyhogy egyelőre még nem fog jönni semmilyen féle fajta boss. Ugye a jungle az, ami azt mondanám, hogy kihívásokkal teli. Közben utána néztem, hogy a planterát kell legyőznöm először ahhoz, hogy be tudjak menni a templomba, meg tudom, hogy régen valahogy be lehetett jutni másképp is. Abban nem vagyok biztos, hogy ennek feltétele volt az, hogy éppen akkor egy modpack-kel játszottunk. Az a helyzet, hogy olyan rég játszottam Simple Terrariát, hogy elég nehéz emlékezni, hogy mi az, ami így egyik a másikból jön, mert a legtöbb modban ugye ezek a bosszok nagyjából ilyen semmi kategória, tehát egy sokkal több boss vannak a... Nem is tudom, most majd ide kiírok egy-két példát, amiket így játszottam. De hogy ott rengeteg boss van, és nem csak a King Slime meg hasonlók. Éjszaka indulunk el, ami nem a legjobb döntés részemről, de hát ez van. Elmegyünk jobbra teljesen, ugye? És folytatjuk, megnézzük, hogy a Skeletron az merre lakik, jobbra vagy balra. Nem tudom, hogy erre van egy szabály, így kimondottan, de általában én jobbra szoktam megtalálni a médium világokban. Hát most kiderül majd, hogy igazam van-e, és ismét itt is jobbra lakik, vagy tévedtem is balra. Ugye az egyik fele biztos, hogy az óceán, a másik fele meg biztos, hogy a Skeletronnak a háza. Majd most kiderül, hogy melyik a jó irány. Az biztos, hogy mindenképpen meg kell néznünk, és meg kell találnunk, mert ugye az is feltétele lesz majd a későbbiekben. Azt legyőzni egy jó darabig nem fogjuk tudni. Azt abban egészen biztos vagyok. Az se kizárt, hogy egyébként az utunkon most majd mindjárt meghalunk, mert lehet, hogy nem este kellett volna indulni, de ne foglalkozzatok volna. Ezeket megint csak gyorsítani fogom nektek, nem feltétlenül gondolom azt, hogy bárki szívesen nézni azt, hogy jobbról balra szaladgálok a mapon, úgyhogy kis zene, aztán úgyis látni fogjátok, hogy megtaláltuk-e a Skeletront, vagy az óceán volt a nyerő. Na hát, ami miatt elment a hang a játékból, az volt, hogy kikresselt a B-release section, úgyhogy azért szakadt meg a felvétel is. Most gyorsan visszaszaladtunk ide. Ugye ezek a herpik, ezek ugye dobnak ilyet. Ilyen feathert, és featherből tudunk szárnyat csinálni a későbbiek folyamán. Most az a tervem egyébként, csak amiért nem akartam újraindítani a felvételt, vagyis hogy úgy értetek levenni a gyorsítást. Az a terv, hogy egy ilyen kis sávban felmegyek hozzájuk, mert hogy megtehetem, mert miért ne? Tehát nem tudnak bántani. Viszonylag könnyű ezeket a lényeket ebből a szempontból legyőzni, mert csinálsz egy ilyen kis farmot, és kvázi csak egy lyukkel, ahol ki tudsz lőni, vagy ütni, vagy ilyesmi. Semmi abszolút bonyolultság nincs benne.
Ami miatt nagyon fel akarok menni, az az, hogy az ő csesztjeikben, ezekben az égi csesztjeikben, hogy mindjárt látni fogjátok, rohadt jó cuccok vannak. Tehát abszolút megéri felmenni. És mondom, tehát ameddig nem jön a sárkány, aki át tud repülni a falon, amit valószínűleg egyébként mindjárt látni fogtok szintúgy, mert olyan nincs, hogy az a sárkány ne jöjjön. De látjátok, itt van az égi cseszt. Traveling Merchant megérkezett, azt viszont meg kéne nézni majd. Cloud szintén jó, ugye ilyen cloud kellett volna, amit bezárunk a... Tehát, hogyha nem találtuk volna meg ezt, akkor ez kellett volna ahhoz, hogy bezárjuk és craftoljunk magunknak. Ha minden igaz, legalábbis régen így volt. De ami a lényeg az, hogy mindjárt feljutunk. És mindjárt látni fogjátok azt a sárkányt is, amiről beszélek, mert mondom, olyan nincs, hogy ne jöjjön. Ó, szegény slime. Az a sárkány már kicsit erősebb, azt... Hát, nem mondom, hogy lehetetlen lesz megölni számunkra, de hogy nem sok esélyünk lesz ellene, az biztos. De itt jó, mert itt feljutunk. Én kb. Itt azt mondom, hogy így. Így szépen fel. Úgyhogy ezt gyorsan begyorsítom nektek, és akkor láthatjátok, hogy feljutunk. Na, itt is vagyok. Ami miatt ugye megéri, az ugye ez a kard elsősorban. Eye of the Sun, ez csak egy dísz. Cloud, stb. Lootal. Lényeg a lényeg. Meg vagyunk. Ide rakunk szépen. Ja, nem is kell. Ugye ez manával működik, valami sokat sebez. És lényegében ennyi a dolgunk. Farmoljuk szépen. Ezért is nagyon fontos, hogy van plusz egy manánk, mert látjátok, kevésbé kell, vagy kevesebbet kell várni. És akkor kimegyünk szépen, összeszedjük, és majd mindjárt megnézem ennek a pontos loot receptjét. De a lényeg az ez volt, hogy ezeket szépen visszük magunkkal. Imádom ezeket a díszeket elpakolni. Azt hiszem egyébként még valami bónusz is ad. De ebben már nem vagyok teljesen biztos. De a lényeg, hogy van egy rohadt jó kardunk. Viszonylag a játék legelején. Ami, azt kell mondjam, elég OP. Tehát, hogy ritka, hogy ennyire hamar megtalálom ezt. És ennyire véletlenül, mert ha azt hiszitek, akkor igazából különösebben nem erőltettük meg magunkat egy pillanatig se, mert nagyjából így csak jobbra fele utunkon megtaláltuk. Ó, és egész fent vagyunk, ugye itt már null gravitáció van, tehát ez már a úgy kell mondjam, a világ teteje. És gondolkozok, hogy van-e esélyem tovább repülni, ezt kihasználva. De megnézzük, srácok. Nem akarom a dupla jumpomat elcseszni. Mert most meghalunk. Igen, ezért nem. Ezért nem akartam. És az a baj, font fent maradt egy silverünk. Szóval, hogy azt gondoltam, hogy kiadja, de nem adta ki. Rip. De legalább meg tudjuk nézni a Traveling Merchant mit ad. Az is valami. Katonát árul. DSP-t. Semmi. Semmi olyat, amire azt mondanám, hogy azonnal, de már kell. Úgyhogy ezeket lepakoljuk szépen. Ezt kirakom ide. Lényegében most ezzel egyelőre nem tudok mit csinálni ezekkel a díszekkel, úgyhogy ezeket berakom ide. Mindjárt megnézem, hogy tudok a fedörökből craftolni. Olyat, amire nekünk van szükségünk. Egy mod egyébként hasznos lett volna, most így eszembe jutott, az a off to crafting mod. Az tök jó lenne, ha bent lenne, de most már nem fogom. Nem fogok hozzányúlni egy nem modolt világhoz. Semmilyen fajta moddal, még ha az nem is olyan hű, de extra. Találtunk szilvert. Az is szintén rohadt jó dolog. De egyelőre még ez a kettő az édes kevés. Bármihez is. Úgyhogy ezt most gyorsan lapakoljuk. És megnézem, hogy mi kell ahhoz, hogy ilyen fedőrből szárnyat kraftoljunk. Plusz visszafutok jobbra, úgyhogy szerintem már csak ott kapcsolom be a felvételt, ha visszajutottunk a nagy fához. Ami szintén jó dolog, mert ott meg lehet találni egy NPC-t elméletileg, és ha ez nem lenne elég, akkor rohadt jó csesztek vannak, plusz egyelőre kezdett bánya. Na hát vissza is jöttünk, vissza is szereztük a goldunkat. Remélem, odafent felragadt még egy silver, akkor azt még gyorsan leszedjük.
Szóval kijelenthetjük, hogy ismételten valamilyen szintű gépzavarba szenvedek abból a szempontból, hogy most megnéztem. És Soul of Light-ok, és Soul of Light kell még pluszban ahhoz, hogy meglegyen az a szárny, amit én gondoltam, amihez megkerülni azt a sárkányt, amiről beszéltem az előbb, hogy nem lesz túl egyszerű, hát valóban nem az, úgyhogy tudtam, hogy van még valami kis turpisság a dologba, csak azt nem gondoltam, hogy ekkora mértékű, mindegy, nincs különösebb nagy problémánk, találtunk egy bányát, ami rohadt jó dolog, főleg így a játék elején. Igazából a játék elején mindent találni tök jó, szövőszék. Jó, oké, visszük. És ezeket azért szoktam kiütni, később ne örüljek meg, mikor visszatérek egy-egy helyszínre, hogy úristen, loot. És ugye akkor szoktam rájönni, hogy basszus, nem csak elfelejtettem kiütni. Ez igazából a fő indok, ami miatt kiütöm az összes tin, az nem kell. Kivítom az összes chestet. Jó, ezt a bányarészt felfedezzük, és aztán a folytatjuk tovább. Na srácok, az egyik legmeghatározóbb pillanat az az, hogy 120 HP-nk van. Ott egy chest, ott van még egy chest, szóval egész jók vagyunk. Ez plusz iron. Kérdeztetétek, hogy mi az istennek kezdtem el ásni lefelé, az azért, mert hallottam jobbra, inten, lentről valami zajt, úgyhogy úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb csak jutunk valahova. Plusz, hogy az egyik legizgalmasabb biomon vagyunk, ugye, ami a jungle, ahol mint például a live kristályokon kívül egy csomó rengeteg jó dolog van, mint ahogy ezt rá is erősített arra, hogy találtunk silver, találtunk goldot, úgyhogy tök jó dolgokat találunk. Azt kell mondjam, hogy talán az hát a top 3-ban benne van így a szerencsés ranokat illetően. Voltak már ennél még szerencsésebb játékaim, de tök jó, hogy ezt így veletek tudom átélni. Enchanted boomerangot tudunk csinálni, ami 17-et sebez, ami tök jó, úgyhogy ezt meg is csináljuk. Lehet, hogy sokba telt, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ebből még van valami. Sok alapanyag kellett hozzá, de legalább van. Ez, amit kidobja. Erre például rohadtul nincs szükségünk, ez szinte biztos. Ezt pedig innen kijutom csak azért, hogy ne zavarjon minket a későbbiek folyamán.
Ez a kard, ez túl OP. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játék elején ez így rohadt OP lett. De hát örüljünk annak, amink van, és nem mindig sopánkodjunk mindenen, ugye? De akkor is nagyon durva. Főleg nézzétek, hogy mennyire egyszerű a dolgunk van így. Innentől kezdve ezzel a karddal. És megvan a Magic Biome, ahol megint csak jó dolgok vannak. Talán itt van az a Pixie, azt hiszem, aki dobja nekünk azt. Azt nézzétek. Gold. Meg egy csapda. Jó, ezt a részt is felfedezzük, és akkor utána hazamegyünk, kipakolunk, és folytatjuk a dolgainkat. Azok, mint láttátok, rengeteg dolgot kell még ott kilútolnunk, viszont ez a következő részre marad, mert ahogy elnézem, nagyjából gyorsításokkal együtt is megvan a 20 perc, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a rész. Elég sok mindent haladtunk ma is, ha azt veszitek, Star Fury-val szerintem kb. OP-k vagyunk. Igazából manát kell gyűjtenünk, és egyébként Fallen Star-okat továbbá. Van plusz egy manánk most már így. Úgyhogy ez így értetek, manával rohadt OP. Nem is igazából látom, hogy használna. Azon felül már többet, úgyhogy lehet, hogy csak én értettem félre ezt a mana dolgot. Legalább ez is kiderült. Mindent én sem tudhatok. Na mindegy. Ha tetszett ez a rész, akkor like-el, subscribe-ol, és a következő részben pedig találkozunk, és folytatjuk azzal, hogy kilútoljuk azt a részt. Sziasztok!